Minden áldásoknak kultfeje, örökkévaló Istenünk, áldott mennyi édesatyánk, alázat alánul megelőtted ebben a délutáni órában. Elsősorban megköszönjük, hogy békességben nyithatjuk meg a Bibliánkat, és csodálhatjuk a te isteni fenségedet, magasztalhatunk énekeinkkel, szolgálatainkkal. Kérünk, hogy a te szent lelked által jelenj meg közöttünk, tégy bennünket alkalmasokká a szolgálatra, a hallgatásra, az ige hallgatásra, és hadd nyugodja meg a te áldásod rajtunk ezen a délutánon. Hadd jussunk közelebb, áldott Istenünk, ahhoz a titokhoz, amit ez a világ nem ért, de a mi számunkra világossá tettél. Amen. Amen. Énekeljük a hétvangéli 638 szemének, mind a három versét 638. Összegyűjünk mi mindot, hogy válnoknánk az angyalok 638. Az urádja meg őket is, meg a szolgálatukat is.
Aztán az én kedves Dirici Tibor testvérem is megérkezett közénk. Meghallgatjuk a jó, hogyha mit üzen általa is, és így együttesen majd a mi úrunkat, ha szolgáljuk és ha dicsőítjük őt, akkor amúgy csak jó számozhat ránk mindenféleképpen. Énekeljük a hitvangéli 656-os szalméknek harmadik és negyedik verset. 656. Ígéretet szerint teljesítettünk. 656. harmadik és negyedik verset. Ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondani ki Judás, nem az Iskáriótes, Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus, és mondani ki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszélemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Imádkozzunk. Édesatyánk, valóban olyan szívvel akarunk most itt állni előtted, hogy szóljál hozzánk. Mert vágyunk a tiszta ígére, tiszta látásra. Az idők végén olyan zűrzavaros világban élünk, ahol annyi minden egymásnak ellentmondó dolog van. De mi világosságot akarunk, mi kijelentést akarunk tőled, olyan kijelentést, amit csak te nálad kaphatunk meg, úgy, hogy mi engedelmesek vagyunk. Szeretnénk így engedelmeskedni a te ígédnek, bármit mondasz nekünk, kérünk át meg a gyülekezetet, áldjál meg bennünket, hogy hallgassuk, igazi alázattal, így meg a mi fülünket, szívünket, és kérlek engem is áldjál meg, és adjál élő ígét az én szívembe számba, mert csak te végezheted el, még hogyha gyenge embert is veszel erre eszközül. Dicsőség és áldás a te neved. Amen. Amen. Foglaljunk egy testvér. Én úgy gondolom, hogy ha szerte a nagyvilágba föltennénk akármelyik kereszténynek a kérdést, hogy vajon szereti-e Jézust, mindenki azt mondaná, hogy igen. Nem találkoztam még olyan hívő emberrel, legyen az akármennyire Isten igéjével szemben menő, tehát számára engedetlen, aki mondta volna, hogy nem, én nem szeretem az Úr Jézust. Viszont itt a Jézus világosan beszél arról, hogy ki szereti őt. Nem az, aki azt mondja, ezt nagyon könnyű mondani, szeretlek. Szeretlek Jézusom, elénekeljük sokszor ezt az éneket,
Hát szokták, hallottam azt, mondták, gondolom, hogy talán mindjárt hallottuk, hogy a hívők akkor hazudnak legtöbbet, egy kicsit erősnek tűnik ez a kifejezés, amikor énekel. Nagyon sok hívő. Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy, a világ örömet nékem már nem ad. Csak egy példát hoztam. És aztán, ha igazából úgy jól megvizsgáljuk a mi szívünket, az Úr rávilágít, akkor rá kell jönni, hogy megint mondtunk valamit, ami nem teljesen valós. Olyan jó lenne minden éneket úgy énekelni. Ami ide le van írva, hogy teljesen így van a mi szívünkben. De az a jó, hogy ha ez lelepleződik bennünk, akkor valóban vágy keletkezik a mi szívünkben, hogy mi tényleg szeressük Jézust teljes szívből. De az Úr Jézus szeretése az nem olyan, hogy lehet őt is szeretni, meg lehet a világot is szeretni. Mert vannak dolgok itt az életben, hogy is. Szeretem? Igen, őt is szeretem, őt is szeretem, ezt is szeretem, azt is szeretem. De a Jézus Krisztus szeretete teljesen kizárja a világ szeretetét. Szóval, aki szereti a világot, abban nincs meg az Atyának szeretete. Vagy az Úr Jézus szeretjük, vagy a jelen való világot. Vagy az örökkévalót szeretjük, vagy a mulandót szeretjük. Vagy Istennek szolgálunk, vagy a mongonnak szolgálunk. Vagy a keskeny úton járunk, vagy a széles úton járunk. Ezek a dolgok, amiket nem lehet együtt a kettőt. Az, hogy mégis vannak bennünk átmeneti szakaszok, ez azt jelenti, hogy útban vagyunk. De az Isten munkája mi életünkben az, hogy ahogy eljutunk egyre inkább az ő megismerésére és egyre inkább az ő mélységére, akkor minden kimaradjon az életünkből, ami még a világhoz köt bennünket. Csak a szellemi valóságot ismerjük meg. Így egyedül, hogyha Jézus Krisztus szeretjük, annak van értéke. És ebben a szeretetben kell, hogy növekedjünk. Az ige nem úgy fogalmazza meg az Úr Jézus szeretetét, mint valami érzelmi szeretet. És én nem akarom az érzelmet kizárni, mert nem lehet kizárni, mert ugye beszélünk arról, hogy értelem vagy érzelem, és én ott voltam egy beszélgetésen, ahol ez volt a vita téma, és szó szerint vita téma, amikor a testvérek, és mondhatom azt, hogy nagy teológusok, okos, Bibliát ismerő emberek, hát szinte hajba kaptak azon, hogy most a szeretet az érzelem vagy értelem kérdése. És akkor az egyik definiálta úgy, a másik definiálta angol. Az egyik elmondta azt, hogy hát a szeretet az értelem kérdése. Az a tudat, például így fogalmazta meg, hogy a szeretet az nem más, mint a másik ember szívében az Isten országának építésére való törekvés. Jó hangzik, elég száraz. Másik meg jött az ő saját érvelésével, hogy a szeretet az egy érzelmi dolog. Nagyon jól tudjuk, hogy az érzelem becsapós. Az értelmi becsapós. Akkor mi hát? Mi az igazság? Mi a valóság? Ugye tudjuk azt, amikor beszél arról az ige, hogy az érzéki ember, ugye ezt Károli fordítását mondom, nem foghatja meg az Isten dolgait. Tehát se az értelmünkkel, se az érzelmünkkel nem lehet megfogni az Istennek dolgait. Mert ha úgy lenne, hogy a mi értelmünkkel meg lehetne fogni az Istennek dolgait, akkor elvégeznénk sok-sok teológiát, sok-sok iskolát, és minél többet ültünk iskolapadban, Biblia iskolapadban, annál jobban szeretnénk az Úr Jézust. Vagy ha érzelmi kérdés lenne, akkor azon még könnyebb lehetne változtatni. Az érzelem dopingolásának nagyon sok lehetősége van. Zenével, különböző előadásokkal meg lehet rígatni egész a társaságot, és akkor érzelmileg föltöltődik, aztán másnap már érzelmi siválságban van. Jézus szeretete teljesen más. És ahogy én értem ebből az igéből, az Úr Jézus szeretete az újjászületett, azaz a szellemi ember, a belső emberből származó, abban való ragaszkodás Jézus Krisztushoz. És amikor azt mondja, hogy az szeret engem, aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja, akkor itt helyre teszi a dolgot, hogy Isten, a Jézus Krisztus iránti szeretet, az az ő parancsolatainak megtartása. Ja, azt mondja János apostol, hogy az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai nem nehezek. Mikor nehéz valakinek egy parancsolat? Ugye tudjuk azt, hogy szoktak ilyet mondani az emberek, hogy számomra a te kérésed parancs. Különösen is most egy példának hozom, hogy valaki szerelmes. Hát akkor, amit kér az ő szerelme, az ő kedvese, hát azt szokták mondani, hogy a csillagokat is lehoznám az égből, ha tehetném. Még az sem volna túl nehéz nekem. Akkor nem nehéz egy parancsolatot, egy kérést megtenni, hogyha szeretjük azt, akitől jön a parancsolat.
Tehát, hogyha mi azt érezzük, hogy nyűg számunkra Krisztus parancsolata, nehéz megtenni azt, amit az ige kér tőlünk, legyen az bármilyen terület, akkor valahol még igazából a mi szeretetünknek nagyon komoly híja van. Mert ha valaki valóban szereti az Úr Jézust, annak nem lesz probléma megtartani az ő parancsolatait, hanem belülről jön ebből a szeretetből fakadóan. Annak nem is kell azt mondani, sőt, talán úgy is fogalmazhatnám, hogyha megtiltanánk neki, hogy ne azt tegyen, és találtunk erre nagyon sok példát, találtunk az életben az elmúlt évszázadokban különösen, vagy akár most is a nagyon kemény keresztény üldözések idején, nem lehetett olyan nyomást gyakorolni a hívő emberekre, hogy ne tartsa meg Krisztus parancsolatait. Hogy számára fontosabb legyen bármi más, mint Jézus, és elment egészen a vértanúságig. Az életét is odaadta. Még, ahogy Pál apostol fogalmaz, még az életem sem drága én nekem, csak hogy bevégezzem a szolgálatomat. Hogy amikor az ember egy olyan állapotban van, hogy semmi nem fontosabb, mint Jézus. Mindent meg tudok értetelni. Na ez Jézus szeretete. Amikor az ő parancsolatait haladéktalanul meg tudom tenni, és meg akarom tenni. És van egy különös dolog, ami nekem föltűnt, és elgondolkoztam rajta, hogy azt mondja, hogy aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja, az szeret engem, és én is szeretem azt, és az én atyám is szereti azt. Hát ha maga Isten a szeretet, akkor hogy lehet az, hogy azt az embert, hogy nem szereti, aki nem tartja meg az ő parancsolatait? Mert azt mondja, hogy aki megtartja, az szeret engem, és én is szeretem azt. Azt mondja, aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. Tehát, ha magának az atyának a szeretetét vizsgáljuk, ugye ő benne nincs változás. Ha maga az Isten szeretet, akkor mi módon tudna bennünket nem szeretni, ha nem tartjuk meg az ő parancsolatot. Ezt egy példán keresztül kezd előttem kibongani egyáltalán, hogy ez mit jelent. Ugye amikor valaki kint van a napsütésben, a világosságban, és azt mondja, hogy, és élvezi a napsütést, annak a melegét, és azt mondja, hogy én elmegyek a napról, bemegyek egy sötét szobába. De az ember nem mondhatja azt, hogy a nap többet nem világít. A nap világít, változatlanul. Ha ő egy sötét szobában ül, akkor is ugye a legnagyobb bolondság lenne azt mondani, hogy megszűnt a napsütés. Nincs napsütés. Nincs. Számodra nincs napsütés, mert elmentél, elbújtál a nap elől. És ugyanígy van, hogy az atya szeretete állandó, mint a napsütés. Nem tud kihűlni, nem tud elfogyni, nem tud sötétségé változni. Isten nem változik meg. Annak az embernek, aki a sötétségbe megy, aki nem tartja meg az ő parancsolatait, annak számára nincs tovább az atya szeretete. Nem azért, mert ő megváltozott. Ő ment ki az ő melegéből. Ő maga ment ki az atya szeretetéből. Elbújt előle. És ezt jelenti, hogy azt szereti az atya, tehát arról az emberre tud az atyának a szeretete kiáradni, aki megtartja az ő parancsolatait. Mert ha ez nem így van, akkor ő a sötétségben jár. Ugye nagyon sok ember vár, és hívőkkel is találkozunk, hogy kijelentésekre vár. Az Úrtól való kijelentésre, különböző területen. És akkor vannak, akik egészen messzire elmennek, igehirdetők, prédikátorok, kibontják a jelenések könyvét, annak minden egyes versét, minden egyes szavát, és profi igehirdetéseket tartanak. És tényleg tudunk ilyen példákat, hogy sőt, egészen elmennek az emberiség történelme előtti időre, a történelem utáni, a jelenések könyvét, sőt azután következő az örök élet kérdésére, és egészen pontos állásfoglalásokat tudnak tenni. Komoly kijelentéseket. Aztán jön egy következő igehirdető, és mond egy teljesen más dolgot. Abszolút az ellenkező. Mikor lesz az elragadtatás, egyik ezt mondja, másik azt mondja, és most nem akarok én ebbe belemenni, de óriási kijelentései vannak az embereknek. Hány embernek volt már kijelentése arra, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus? Ki tudta számolni az évét? Aztán nem jött vissza. Számolt egy újat, mert megint volt egy újabb kijelentése. Hát, hogy miért? Aztán mit csinált az előző kijelentésével, nem tudom, de ő kapott egy új kijelentést. Aztán, hogy így számolgat egyre inkább, egyszer csak halljuk, hogy hívő ember létére ott hagyja a feleségét és újra házasodik. Hát érdekes módon azt nem tudta kivenni az igéből, arra nem volt kijelentése, hogy aki elhagyja az ő feleségét és más lesz, az paráználkodik. Érdekes módon egy csomó mindent meg nem tud az igéből kivenni. Amit egy egészen egyszerűen, akár egy 10 éves gyerek is megy. Hol van a kijelentés? Világosan teszi az ige, hogy nincs ott kijelentés,
ha valaki nem engedelmeskedik az Isten igényének. Ha megértünk valamit Istennek igényéből, és az nekünk nem tetszik, bármilyen oknál fogva, és hát délelőtt erről is szóltunk a gyülekezetben, hogy ha mi nem akarunk engedelmeskedni az igének, bármelyik pontján, akkor mi nagyon bőven fogunk kapni tanítást arról, hogy hogy kell nem engedelmeskedni, hogy kell pont az ellenkezőjét tenni, mint az ige. Ki tudják az emberek az igéből mutatni nagyon komoly teológiai fölépítéssel és magyarázatokkal, könyveket tudnak írni arról, hogy mégis hogy kell máshogy csinálni, mint ahogy Isten mondta. És hát éppen a Frigyes testvére mondta, hogy a mai ige az arról szól, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetbe. Ugye a feminizmus, ami gyakorlatilag feje tetejére állítja az egész világot, mert azt csinálja, az egy dolog, hogy a világot a feje tetejére állítja, de a kereszténységet is egyre inkább a feje tetejére állítja. És van erre is rengeteg magyarázat. Igaz, hogy Pál apostol, elismerjük, hogy Istentől vette a kijelentést, mert oda van írva a Bibliában. És azt is mondta, hogy az asszonyok ne tanítsanak a gyülekezetbe, hallgassanak a gyülekezetbe. De nekünk van egy újabb kijelentésünk, egy sokkal jobb kijelentésünk, amivel meg lehet magyarázni akár egy könyvön keresztül, hogy ez egy idejét mutó, de mi tudunk egy sokkal jobbat, mint amit Isten mond. És ez az, amikor eljön a megsötételés, amikor valaki kap az Istentől egy világos kijelentést. Azért meg tud olvasni, tud magyarul, és van egy Bibliája. Nagyon egyszerű dolog. Hálákat adok neked, Atyám, hogy elrejtetted a bölcsek és értelmesek elől, és megjelentetted a kisgyermeketnek. Kisgyermek megkapja, nem is jár teológiára, nincs nagy ismerete, de el tudta olvasni a Bibliát. És azt mondja, hogy én engedelmeskedek. Másik ugyanez, elolvassa az igét, hát ez nekem nem tetszik. Igaz, hogy az Úr Jézus ezt mondta, hát az én feleségem olyan okos, hát miért tudna ő tanítani? Csak hogy maradjunk a példára. És akkor szépen arra hópizik, hogy a gyülekezetben legyenek női igehirdetők. Most ezt csak példának szeretném mondani, mivel ez ugye előre tűzött téma, de számtalan példát lehetne hozni. Mégis nekem úgy jobban tetszik, ahogy én gondolom. Vagy ahogy, na majd nézzük aztán a mai könyvpiacon, a keresztény irodalomban lehet bőven találni úgyis olyan dolgokat, ami majd pontosan megcáfolja azt, amit az ige mond. És akkor jön az engedetlenség, és utána bezárulik a kijelentés, és nincs tovább kijelentés. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy aki ismeri, ez az első, megismerni az ő parancsolatai, amik nem nehezek, utána van az engedelmesség, és a következő lépés a kijelentés. Kijelentés mélyebb dolgokra, kijelentés a jövőt illetőleg, legalábbis azon a területen, amit Isten ránk bízott, és nem többet. Mert ugye azt is mondja, hogy a Szentlélek a jövendőt is megjelenti nekünk. Kijelentés az a területen, hogy mi az én utam, mi az én területem. Ugye nagyon sok ember úgy van vele, hogy hát én kijelentést kaptam Istentől erre. Így dolgozzak, ide költözzek, erre kaptam kijelentést. Hát hagyjam ott ezt a gyülekezetet, Isten kijelentette nekem. Átmegyek egy másik gyülekezetbe, aztán fél év múlva Isten kijelentette nekem, hogy megyek a harmadik gyülekezetbe. Nincs kijelentés, ha nincs engedelmesség. Tehát ezt világosan beszél erre az ige, hogy ott kezdődik. Engedelmeskedünk Istennek, és akkor van a kijelentés. Nagyon sokat hallom ezt, amit egyszerűen nem értek. Nem lehet elvárni senkitől engedelmességet, amíg nincs meggyőződve. Miről? Miről kell meggyőződni? Mondjuk maradunk ennél a példánál, hogy már bocsánat, hogy ezt a példát mondom, de mivel ezt vetettem föl, de lehetne nagyon sok területen, azt mondjuk, ne szóljanak a gyülekezetbe, ne tanítsanak. Nem lehet elvárni tőle az engedelmességet, amíg nincs meggyőződve. Miről kell meggyőződni? Arról kell meggyőződnie, hogy az ige az Istennek igéje? Arról kell meggyőződnie, hogy Isten jobban tudja, mint az ember? Vagy miről kell meggyőződni? Én nem tapasztaltam az igében sehol azt, hogy az engedelmességhez meggyőződés kell. Ez majdnem olyan, mint amikor azt mondaná nekem egy 7 éves gyerek, hogy hát apám, én engedelmeskedek neked, ha meggyőződök róla, hogy amit mondasz, az úgy van. Hol kell itt meggyőződés? Én azt gondolom, hogy a meggyőződés az a hitet jelenti. Ha én meggyőződtem arról, hogy Istennek mindig igaza van, meggyőződtem arról, hogy amit Jézus Krisztus az ő igényében fehéren-feketén leír, az úgy van, akkor milyen meggyőződésre várok még? Hogy kell, hogy engem meggyőzöl? Ha engem a Szentírás nem tud meggyőzni, akkor ki fog engem meggyőzni? Na, kapok meggyőződést, csak máshonnan. Tehát a meggyőződéses engedelmesség az nem más, mint a hitben való engedelmesség. Mert az engedetlenség az mindig a hitetlenségből származik. Mert ha valaki elhiszi,
hogy Istennek igaza van, ha valaki elhiszi azt, hogy amit Isten hátrahagyott az ő igéjében, amit Jézus Krisztus mondott, az a legjobb, a gyülekezetre nézve, az egyéni életre nézve, a házasságban, a társadalomban, mindegy, hogy melyik területet mondom, ha ez az Istennek igéje, az egyedüli tökéletes zsinórmérték, és ez a legjobb, ha ezt elhiszi, na ez egy meggyőződés, akkor viszont nincs még egy alternatív, egy lehetőség, hogy engedelmeskedek, vagy nem engedelmeskedek. Lehet. De mi ez az alternatíva? Bejött hozzánk valaki egyszer a közösségbe, és akkor elkezdte mondani, hogy hát Pál apostol is törvénykező volt, mert ezt írta, hogy az asszonyok ne szóljanak a gyülekezetbe. Tehát a Pál apostol ezt csak leírta, mint a saját véleményét, tehát mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Na mondom, ebben tökéletesen igazad van, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. De mindenki viszi is annak a következményét. Először is azért ugye, mert ha valaki nem engedelmeskedik, nem lesz tovább kijelentése, olyan, mintha a nap világosságáról bemenne a sötét szobába, és azt mondja, hogy majd ott abban a sötétben, vakoskodóan olvassa Istennek igényét. Nem lesz kijelentés. Garantáltan, mert nem fogadta el Istennek igényét, nem engedelmeskedett, innentől kezdve nem látható kijelentés. A másik pedig valóban azt csinálja, ahogy akarja, a gyülekezetek is úgy csinálják, ahogy akarják, Isten nem avatkozik bele, ezt látjuk, engedi útjára az összes gyülekezetet, menjen, ahogy akarja, viszitek a következményét. Saját magatok választottátok ezt az utat, csináljátok, aztán majd a végén meglátjátok a következményt. Nem kell, hogy a gyerek engedelmeskedjen a szülőnek, inkább fordítva, mert a humanizmus azt mondja, ti szülők engedelmeskedjetek a gyerekeiteknek. Ők majd megmondják, hogy mit kell nekik venni, mit kell csinálni, ti meg csak szépen alázzátok meg magatokat, és legyetek engedelmesek. Csináljátok. Nyugodtan. Meg lesz a következménye, meg van a következménye a társadalomban. Amikor az ember jobban tudja, mint Isten, annak egyetlen egy következménye lehet. Csak a lejtőn lefelé is egyre rosszabb. Ezért szereti Jézus az, aki engedelmeskedik. Mert tudja, és össze van kötve a hittel, ezt nem lehet különválasztani, az engedelmeség, a hit és a szeretet, teljesen összetartozó dolgok, mert tudja, hogy akármit mond a mai világ, egyedül Istennek van igaza. Tudja azt, hogy Jézus Krisztus kijelentései azok az igazak, és hogyha így tudunk lépésről lépésre engedelmeskedni, amit megmutatod nekünk Isten, megkapjuk a következő kijelentést. A te igéd az én ösvényem világossága, mint egy lámpás, amivel nem látunk előre 200 métert, egy-két lépést. De ha nem tesszük meg azt az egy-két lépést, akkor nem fogjuk látni a harmadik, a negyediket, az ötödiket. Ezt jelenti Isten igényének való engedelmesség, ez a Krisztus iránti szeretet, és ha így tudunk engedelmeskedni, akkor megmaradunk az Atya szeretetében, mint egy védőhálóban, és mindegy, hogy a világ merre halad, mindegy, hogy az emberek egy még jobb evangéliumot tudnak, mint amit Jézus, és ezt most idézőjelbe tettem, mi akkor is biztonságban lehetünk Isten kezébe, mert tudjuk, hogy amit ő mondott igaz, tudjuk, hogyha neki engedelmeskedünk, akkor az egész életünkre nézve folyamatosan meg lesz a kijelentés, és megmaradhatunk az Atya szeretetében. Amen.
roma származású diák adta, amikor szóba állt, és azt mondja, hogy igaz, figyelj bácsi, hogy vasárnap bemerítés is lesz a magyar gyülekezetben. És mondtam, hogy igen. És azt mondja, hányan merítkeznek? Mondom, egy. Ó, csak. És akkor azt az igét hoztam neki, például mondom. Te tudod azt, hogy volt egy olyan momentuma a Jézus földön járásának, amit most hallottam. Máté 21:18-20. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit nem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak és azt kérdezték, hogyan szállott el a fügefa ilyen hirtelen. Testvéreim, hallottátok, hogy mit csinált Jézus? Oda ment a fügefához. Látszatra olyan volt, mint egy másik fügefa. És elkezdte berhelni az ágokat, meg a leveleket, és kereste a gyümölcsöt rajta. Mondjátok meg nekem, ha talált volna legalább egy fügét, megátkozta volna? Biztos. Nem. Ugyanis nem kell tele legyen fügével a fa. Nem kell 100 gyümölcs legyen rajta. Ha egy már van rajta, az azt jelenti, hogy nem meddő. Nem meddő. Ha van az egyik kezemben egy kilós krumpli, a másikban pedig egy mustármag, ezt sugárkezelték a krumplit, ezt soha nem fog kiváltani, ezt meg meghagyták a maga valóságában, akkor az lesz, ha elteszem a földbe mind a kettőt, ez elrothad és nem lesz belőle semmi, ez pedig megindul az élet benne, mert csíra képes, mert életképes, és fává növekedik, az égi madarak fészket raknak rá, mondja az Úr. Tudjátok, mikor mondta ezt a példázatot el? Az Isten országáról. Hányan voltak már, azt mondják, hogy elközelített hozzátok az Isten országa? Gondolom, hogy abban az időben, akik hallották ezt az igehirdetést, azok rögtön megfogalmazták, főleg a farizeusok, vagy a szaduceusok akár, megfogalmazták magukban, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten ország. És akkor hol van? Hol van? Az Úr Jézus mondja a példázatot, hogy egyelőre csak nagyon kicsiben van jelen az Isten országban. De eljön az időpont, az a pillanat, amikor hatalommal fog az Isten országa utat törni magának. Na de! Azt mondja az Úr Jézus, hogy köztetek van, ti bennetek van. Miért? Azért, mert az úri imádságban, amit Jézus tanít nekünk a mi atyánkban, úgy mondjuk az elején, hogy figyeljétek meg, jöjjön el a te országod jöjjön el, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát ahol az Isten akarata maradéktalanul megvalósul, az az ő országa. A mennyben megvalósul az Isten akarata maradéktalanul. És ha neked a szíved csücskében már elkezdtél engedelmeskedni az Istennek, akkor ott az Isten országának a lenyomata már ott van benned. Mert elkezdtél engedelmeskedni a királynak. Visszatérve, visszakanyarodva, hogy összekössük a két igehirdetést, meg a mai igehirdetésnek lett volna a témája. Én direkt elkanyarodtam tőle a témában, mert ez egy nagyon, nagyon sokakat fájdalmasan érint ez az ige a gyülekezetben, hogy a nőtestvérek hallgassanak és csendben tanuljanak, és nem adatott meg nekik, hogy tanítsanak a gyülekezetben, vagy hogy a férfi uralkodjanak. Így írja szóról szóra. Ezt félre lehet érteni, félre lehet magyarázni. Akik ezt nem akarják érteni, azok eltávolodnak a Bibliától, egészen másokat mondanak. Hadd kérdezzek meg tőletek valamit, testvéreim. Mi férfi testvérek itt most a gyülekezetben is többen vagyunk, mint a nőtestvérek. Nekünk vannak olyan tulajdonságaink, és vannak olyan kvalitásaink, olyan adottságaink, amik a nőtestvéreknek soha nem lesznek meg. Nekik is vannak olyanok, amik nekünk nem lesznek meg soha. Az, hogy egy női szív alatt az anya mélyben kiformálódik egy új élet, és 9 hónap múlva bömbölve erre a világra jön, és lesz belőle egy férfi, vagy egy nőtestvéreim, az egy csoda. Az egy elképesztő csoda.
Egy megtermékenyített betesejtestőrém az akkora, hogy elektronmikroszkóppal lehet csak meglátni. Normális mikroszkóppal nem is látod meg. És mégis abban a pillanatban, amikor megtermékenyült, és beágyazódott a nő méhének a falába, onnan már semmit nem kell vele csinálni, csak osztódnia kell, és egy teljesen épp ember jön erre a világra, egy Isten által megteremtett ember, aki beköszön erre a világra, testvéreim, és az összes, aki erre a világra megszületett, azt mindegy édesanyja hozta a világra. Mindegyiknek a méhében, aki gyermeket szült, megtörtént a csoda. Az előbb hallottam valakiről, akinek a felesége 17 gyermeket szült. 17-szer ismétlődött meg a csoda. Isten, az isteni második személy, a fiú Isten, egy édesanyának a méhébe alázta bele magát, és úgy jött be ebbe a világba. Testvéreim, az az édesanyja, amelyik ott, elmondtam én nektek, csak most ide kívánkozik, amelyik ott volt a kórházban, és a hatodik gyermekét készült megszülni. És odaült az orvos mellé, és azt mondta neki, asszonyom, hát mondja meg már, nem kár erre a világra, hagy gyermeket szülni. És az édesanyja azt mondta, hogy doktor úr, én nem erre a világra szülnék. Az Isten országában azt mondtuk, hogy megszámlálhatatlan sokaság lesz az Isten trónja előtt. Azt mindegy földi anya szülte meg. Mondjátok, még melyik férfinek, még normális férfinek jutott eszébe, hogy olyan akar lenni, mint a nők. Hát nem tudunk. Isten olyan csodát helyezett el bennetek, hogy elképesztő. Mindannyian így jöttünk be erre a világra. De Isten azt nem akarja, hogy a nők tanítsanak a gyülekezetbe. Ezt valaki vagy megérti, vagy nem érti. Vagy hálát ad az Istennek azért a megismételhetetlen ajándékért, csodáért, hogy bennünk fejlődik ki a következő generáció, és megelégeznek ezzel, vagy pedig többet akarnak maguknak, és kerítenek hozzá filozófiát, meg filozófusokat, meg evangélikál felinistákat, vagy ilyenek is vannak. Na, az Úr Jézus megye is keresi a gyümölcsöt, és nem találja. És ha nem találja, akkor, testvérem, érdekes ez, azt mondta is nekem valaki, hogy nem illett az Úr Jézus Krisztushoz, hogy átkozódjon. Ugyanis neki nem voltak negatív előjelű csodái, mindig pozitív előjelű csodái voltak. Hát nem igaz, mert ez egy átok csoda volt. Na de, vajon csinált az Úr Jézus valami többet? Csinált az Úr Jézus valami többet ezzel a párval, mint amennyi magától is lenni akar? Ugyanis azt mondta, hogy rajta többé gyümölcs ne teremjen, vagyis legyél olyan, mint amilyen magadtól is lenni akartál. Most már ezután, nem, semmit nem másított rajta. Most már ezután legyél olyan, amilyen magadtól is lenni akartál. A következtetés a kisebbről nagyobbra való ugrás. Ugye a Bibliában sokszor van, amikor Isten egy-egy jelképes cselekedettel, egy-egy betegségbe enged bele bennünket, vagy éppen kísértésbe, vagy engedi, hogy találkozzunk a tetteinknek a következményével, nevelő hatással teszi ezt meg. Miért? Azért, mert ugye van Istennek az ítélete, mikor megítél bennünket, utána, ha megtérünk, jön a kegyelem, a Bírák könyvében lehet ezt jól látni, hogy ítélet, kegyelem, és az embernek az életében is nagyon sokszor így van, a megszentelődés folyamatában ítélet, kegyelem, szembesülsz a dologgal, megtérsz belőle, stb. Tudjátok, meddig megy ez így, testvéreim? Az utolsó ítélet. Na, azután nincs kérdés. Ezért jól teszünk, ha komolyan veszik ezeket a figyelmeztetéseket a Bibliában, mert látjátok, itt az Úr azt mondta, hogy ha dől a fa, ott marad. Ha elkapott engem az életemnek az utolsó pillanata, na azután nincs kegyelem. Ahogy elkapott, az lesz érvényes rám nézve, és akkor az igaz, hogy na akkor most már maradj olyan, amilyen magadtól is lenni akartál. Nem fog Isten engem gonoszabb helyzetbe sorolni. Emlékeztek, mondtam nektek azt a felvilágosult fiatalembert, aki azt mondta, hogy a vallás során ne beszéljek a pokolról, mert ez egy negatív dolog, és közösség előtt ilyesmire nem szabad beszélni, pozitív dolgokról kell beszélni, és azt mondtam neki, milyen, mi a negatív? Azt mondta,
tehát miért beszélünk a pokolra? Jóságos Istent nem lehet összeegyeztetni a pokolra. És akkor azt mondtam neki, fiam, ha neked nem tetszik ez a kifejezés, akkor te nevezd világos kertnek. De hogy a halál után lesz egy olyan állapot, ahol nem lesz ott Isten soha, és mind azok lesznek ott, akik nem akartak belelenni, az biztos. És lesz egy másik állapot, ahol azok lesznek ott, akik alig várják, hogy együtt legyenek Istennel. Isten meg alig várja, hogy együtt legyen az emberekkel. Figyeljétek meg a Jelenések könyvét. Isten nem szól benne egy árva szót se. A végén, a Jelenések, mikor megszólal a hatalmas hangot romfelő, akkor az öröm kiáltása hallatszik, hogy végre az Isten sátora az emberekkel van. Együtt lakik az ő teremtményeibe, mert ezért teremtő bennünk. Ezért csinált mindent, hogy velünk legyen. És velünk is lehet. Na hát, akik nem akarnak Istennel együtt lenni, úgy kapja őket a halál, hogy Isten telenül éltek, Isten telenül haltak meg, azok Isten telenül maradnak. Ez nagyon fejlődően igazságos, ez így van. Akik pedig Istennel éltek, még ha buddácsoltak is, hason csúsztak sokszor, de vele éltek, és ott voltak állandóan abban az állapotban, hogy megbánták a bűneiket, alázattal jöttek Istenhez, kérték a bűneik bocsánatát. Hajlandók voltak állandó megtérésben kilépni a bűnös önmagukból, és odalépni Krisztushoz. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy Frigyes testvér, hogy van? Azt mondtam, az egyik szemem sír, a másik nevet. Mikor magamban nézek, akkor sír az egyik szemem. És erre meglátom az üdvözítőmet, aki tökéletes váltságot készített a számomra, akkor meg nevet. És így fog elmenni végig ebből a hasadságból megyek el egészen a halálig, hogy magam miatt sírok, ha magam nézek, az üdvözítőmre nézek, akkor meg megjön a jó kedvem, mert az, ami én belém nem fér belém, az tökéletes. Nekem csak az a dolgom, hogy a kinyújtott kezemmel menjek végig, és mondjam azt, amit Luther mondott a halálos ágyán, hogy kódusok vagyunk, hogy nem is kódusok. A mindenható Isten áldja meg az ő igéjét, hogy ne találjon bennünket, testvéreim, gyümölcstelenül, ne találjon meddőnek bennünket, amikor eljön. És tudjátok, hogy milyen könnyű áthidalni azt, amikor az ember nagyon elkeseredett? Megmutatta a vámszedő. Isten légy irgalmas nekem bűnös. Azt kérdezték diákok az iskolában, hogy Isten komolyan veszi, ha így imádkozunk? Isten pontosan olyan komolyan fogja venni, amilyen komolyan te mellmondtad az imádságot. Ha te komolyan mondod neki, hogy Isten légy irgalmas nekem nyomorultnak, akkor ő is komolyan veszi. Legyen állni mindörökké azért, mert így válik, hogy én ilyen szeretettel, ilyen türelemmel. Amen. Készültünk olyan sokat rá, de szívből jön, és azért szolgálunk, mert szeretjük az Urat, és fontos számunkra. És fogadják sok szeretettel egy pár énekkel, és egy szavattal készül. Köszönjük szépen! He's just
idősodrában. Suhannak az órák, percek, mintha egy láthatatlan kéz nógatná őket a gyorsabb ritmusra. És mögöttünk, jaj, feltorlódik a növekvő időhalmaz, míg visszanézünk a megtett útra. Évgyűrűjén körelése egyre szorosabbra zárul, és gyorsan apad az út előttünk. Érzékeny idegrostjaink riadtsága figyelmeztet, nem végtelen itt a létünk. S már konna is a vészharang jajongó rémüldözéssel, ha Jézus arca föl nem fénylene, de szorongásomat oldva csillagvilágok körén át, felém tündököl megváltom szeme. Nem tépelődöm már többé, nem aggaszt a múló idő. Tágabban érik a látóhatár, hisz közelebb vagyok a révhez, hol üdvöm koronájával a kikötőben hű Jézusom vár. Thank you.
No, never.
a gyülekezetet az Úr Jézus Krisztus nevében. Én Szilárd István vagyok, egy kis határmenti településről érkeztem Magyarországról. A bizonságtételemet szeretném elmondani röviden a teljes igénye nélkül. Én egy hát vallásos háttérből jövök, görög-katolikus háttérből, ahol tehát nem igazán van tanítás is, tehát ezért volt az, hogy nagyon sokáig tartott az, míg megtértem. Volt Istenben való meggyőződésem, tehát hitem, de ez a hit kevés volt sokáig, hogy megtérjek. Tudtam azt, hogy az Isten akarata, hogy jó legyek, és hogy igazságot cselekedjek, és tisztességesen éljek, és nekem tetszett is ez, a tisztesség, a becsület, és eldöntöttem, hogy én ezen az úton fogok járni. Aztán azt kellett megtapasztaljam, hogy önmagammal találkoztam szembe, ugyanis amit elvégeztem a szívemben, magamban, az elmémben, azt nem tudtam véghez vinni, és nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy én nem tudok annyira igaz lenni, mint ahogyan azt elvégeztem magamban. És szomorkodtam emiatt, és kérdeztem magamtól is, és az Istentől is kérdeztem, hogy miért teremtettél engem ilyennek, hogy nem tudom véghez vinni ezt a jó akaratomat, ezt a jó célt, amit kitűztem magam elé is. Ezután nem sokkal olvastam azt az igét, amelyben így hangzik. Mondja a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanazon gyuladékból némely edény tisztességre, némely edény pedig becstelenségre készítsen el. Az Isten az ő hatalmát megmutatni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a haragedényeit, melyeket veszedelemre készített el, és hogy megmutassa az ő kegyelmének gazdagságát az irgalom edényén, mit szólhatsz ellene. És ez engem nagyon megítélt, hogy tehát számon kértem az Istent, hogy miért csinált engem így, és ebben azt láttam, hogy az Isten nem akar engem kárhoztatni, hanem az Isten szeretete megtérése akar engem indítani. De nem ez volt, nem ez az ige adott nekem magyarázatot arra, hogy miért nem tudok tökéletes lenni, hanem a Róma 7-ben, ahol olvashatjuk azt, igyekszem idézni, de lehet, hogy nem tudom pontosan. A törvény, tudjuk, hogy a törvény szellemi, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve, mert amit cselekszem, azt nem ismerem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt cselekszem, amit nem akarok. Mert nincsen én benne, azaz az én testemben jó. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de találok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulál a bűn törvényének. És oly nyomult ember kicsoda szabadít meg engem a halál testéből, és ezek az ige versek mutatták meg azt, hogy a test miatt vagyok ilyen, amilyen, és a testben lévő bűn miatt, és ezután kezdtem megérteni azt, hogy miért rendelte az Úr, az Atya, az Úr Jézus Krisztust engesztelő áldozatként, hogy tehát én a jó cselekedeteim által nem tudok bejutni mennyekországába, csak is az Isten kegyelme által. És nagyon hosszú időn keresztül kerestem, egyedül voltam ezzel a hitemmel, és kerestem a helyemet, kerestem azokat a testvéreket, akiknél látom ezt a hitet. És voltam a hit gyülekezetében, voltam Jehova tanúinál, és azt láttam, hogy nem ide tartozom. Aztán egy ismerősöm, ugyanis osztotta meg közösségi oldalakon igeverseket, ezzel is megvalva azt, hogy nekem van hitem és én hiszek, és egyszer egy testvér elhívott egy gyülekezetbe, azt sem mondta, hogy milyen gyülekezet, ahol hívott. Egy baptista gyülekezet volt kiderült, és én ott láttam meg, hogy én ide tartozok, ez az én helyem. És ez, a testvérek között aztán elkezdtem még jobban növekedni, és azután adtam át az életemet az Úrnak, és hívtam be az Úr Jézust, és ezután tapasztaltam meg nagy dolgokat, szabadulásokat, és nagyon hálás vagyok az Úrnak mindezért, amit végzett az én életemben, és a testvérek életében is. Köszönöm, hogy meghallgattam. Az alázat útja. Megvallom sokszor, nem értem útjaidat, miért nem tesz mindig csodákat a hit? Ha értem célja a dicsőség ott fent, miért visz utam át sötét völgyeken? Az ember lázad, vádol vagy kesereg, ha próbába kerül, hite megremeg. Nem érti, hogy az út a dicsőségbe
szenvedés köveiből van kiépítve. Az Úr megaláz, hogy felemelhessen, és levetkőztet, hogy felöltöztethessen. Kifürkészhetetlenek az útjai, emberfelettiek gondolatai. Ha most megaláztatásban kell élnem, örömteljes lehet a reménységem, a völgy után magaslat következik, míg a vándor végül hazaérkezik. Most már belátom, sok-sok gyarlóságom, szégyen nélkül azt mind kikiabálom, mert szörnyű gyengeségem is hirdeti, Uram, a bűnös nagyon szereti. A nyomort, a sok próbát azért adja, hogy hitem legyen lelkem gazdagsága. Az emberekben csak ő benne bízom. A szükségben is hittel magasztaljam. És minél nagyobb terheket cipelek, számára majd annál hasznosabb leszek. És minél láthatóbb itt kicsinségem, annál dicsőbb lesz felemeltetésem. Krisztusi lelkületet kérek, Atyám, hadd menjek végig az alázat útján, hogy mint őt felmagasztalhasson karod, legyen meg mindenben szent akaratod. Amen. Amen. Kérem szépen akkor a testvéreket, hogy kapcsolódjon az ének, hogy ne érezzem magam egyedül. Úgyhogy van a testvérek, főleg a fiatalok ismerik ezeket az énekeket, úgyhogy nyugodtan bele kapcsolódni, és dicsőjük egy akkor az Urat ilyen módon is. A következő ének, amit szeretnék elénekelni, nagyon megtetszett a zenénapról, bár nem tudtam ott lenni, de jó volt visszanézni Szabolcs testvérnek köszönhetően a felvételt. És most az egyik éneket fogom elénekelni, amit a Sina együttes is énekelt, úgyhogy ti fiatalok már tudjátok, ott voltatok, hogy segítsetek be nekem egy kicsit. Fog. A régiek mind eltűnnek úgy.
csokor. Sokféle jó tétémény idét, álmod neved jó atyám. Megköszönöm, hogy ma is szeretsz, s irgalommal nézel rám. Nagy búzgósággal felépítem a hála szent oltárát, s felteszem már önkéntesen szeretetem áldozatát. A háladás pohárát örömmel felemelem, az érte múló drága vére szeretettel emlékezem. A dicsért áldozatát lelkesen bemutatom, szavamban s énekemben szent nevedet magasztalom. Imádságom is hirdeti, hogy hálás vagyok neked, kérésén igazolják, teljes szívből bízom benned. Nem hozok véres áldozatot, de engedelmeskedem. Áldott parancsolataidat készségesen teljesítem. Bár hiányos a hálacsokor, mégis előtte teszem, így mondom el, hogy áldásait köszönettel értékelem. Amen. Hát úgy gondolom, hogy nem igen maradt más hátra a befejező éneken kívül. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, akik meglátogatták a gyülekezetet. Ha az asszonyvásári testvérek megengedik, akkor mondom azt, hogy vigyétek az asszonyvásári gyülekezet köszöntését, meg a miénket is. Az Úr áldása nyugodjon meg rajtatok, hogy mindannyian ott végezzük majd az ajtó mögöttünk csapódja, ne pedig előtt. Befejező énekeljük a hitvendég 98-as számú énekek, hitvendég 98-as áldott legyen a fény, mert minket összeköt minden ügyvásért 98. Ezt kérjük tőled, hogy tartsál erősen a te kezedbe. Mutasd nekünk azt a valóságot, hogy milyen jó neked engedelmeskedni, milyen jó átadni neked az életünket, hogy semmit nem veszítünk, amit elhagyunk te érted ebben a világban, hanem sokkal többet nyerünk. Ezt vésed mélyen a mi szívünkben az elkövetkező héten és az elkövetkező időszakban, hogy valóban gyümölcstermű legyen az életünk, hogy dicsőítessék a te neved, mi bennünk, mi általunk is. Amen. Az Úr közel.